Dargózletház képházát, ahol Márai Sándor növekedett fel. Itt a híres Salkház szállóát, melyről Kodály Zoltán azt nyilatkozta, hogy Európa legjobb akusztikájú koncerttermék, amit rendelkezik. Hát, ha én értem hozzá. Hát, 60-as években bontották el, és most átépítették, csak hát attól nem lett szebb, és csúkítja a várost. A Thália Színház annak tornatermében alakult 69-ben. Ennek annak volt köszönhető, hogy 69-ben Szlovákia föderális állam lett, tehát központi kormány alakult, cseh kormány, szlovák kormány, és a kompetenciák nem voltak szétosztva, nagy zűrzavar volt, és az elvtársak nem tudtak odafigyelni, és így Bekes Anny megalapította a színházat. Miután megvolt, már zsenás dolog lett volna betiltani, így megmaradt. Igaz, ígértek színházépületet, de kényszerűségben lefoglalták az ipari tornatermét, és 20 évig az iparinak nem volt tornaterme, különböző iskolákba kellett járni tornázni, de mindenképpen megmaradt. Egyébként nem ebben az épületben, de ez volt Magyarország első ipariskolája, 1872-ben Szatmai József alapította, majd úgy bevált, hogy elterjedt egész Magyarország. Ezt fent a dombon a furcsa lakótelepet látják, a furcsa hegyáltal. Ez a furcsa szó, furcsa, mert nem a szolgálatban, de nem a régi mögötte van a Rozgonyi híd, ahol első Károly levelte Csás Máté és Amati csapatait, és így Magyarország integrációját megőrizték, tehát nem szakadt szét kis királyságokra, mint mondjuk Franciaország vagy Németország. Németországot csak a Bismarck tudta egyesíteni a 19. században. Most minden éven ezt a csatát megismétlik. Én nem tudom, hogy csinálják, de mindig a király győz.